Jó estét kívánok! A Múzsa magazin március 12. kiadásával jelentkezünk. A tegnapi nappal elindult a 34. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 21 napon át tartó esemény sorozata. Délután megnyílt a Művészet új utakon címet viselő kiállítás, amelyen közel 80 kecskeméti és nagyványai képzőművész tiszteleg a 110 évvel ezelőtt alapított kecskeméti művésztelep és a hozzákötődő alkotók munkássága előtt. Este a méltán világhírű King Singers Beat énekegyüttes adott nagy sikerű koncertet az Agora színpadán. Az esti koncerten ugyan nem forgathattunk, de a próbán találkoztunk az együttes tagjaival, akik bónuszként elénekeltek magazinunk számára is egy dalt. Újabb nagy jelentőségű lelet együttes tártak fel a Kecskeméti Katona József Múzeum régészei Kunszent Miklós határában, ahol forgató csoportunk is fölkereste őket. A stúdió beszélgetést ma felvételről láthatják. Csík János elfoglaltsága miatt tegnap este az Agora egy félreeső zugában beszélgettünk, az Ady Endre halálának évfordulójára szerkesztett új műsorukról. Ezek lesznek a mai műsorban, ha tehetik, válasszák ma is a Múzsa magazint. Művészet új utakon címmel nyílt meg a 34. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál nyitó kiállítása, a Kossuth és Prima Primissima díjas Csík János és újabb alkalmi formációja a Mezzo zenekar közreműködésével a híres Agora Kulturális Központ emeleti kiállító termében. A tárlaton három művészcsoport közel 80 alkotója állította ki munkáit, a Nagybányáról Kecskemétre költözött és itt önálló művésztelepet alapító úgynevezett neós festőcsoport tagjainak munkássága előtt. A kiállításról a rendezvény házigazdájával, a Kecskeméti Képzőművészek Közössége elnökével, Balanyi Károly Ferenci díjas grafikus művésszel beszélgettünk. 1909-ben kezdődött a Kecskeméti Művészkolónia sok tekintetben hányatott, de művészettörténeti szempontból kiemelkedő jelentőségű 1919-ig tartó első korszaka. E korszak művészei a Nagybányáról érkező neósok, vagy más néven a magyar vadak munkásság előtt tiszteleg, a Kecskeméthez és Nagybányához kötődő kortárs alkotók közös tárlata, amely egy 10 éve elindult és folyamatosan fejlődő együttműködés újabb állomása. Már ünnepeltük a Kecskeméti Művésztelep megalapításának a 100. évfordulóját ezelőtt, 10 évvel majdnem, de azóta tart a kapcsolatunk a nagybányai képzőművészekkel. Most végül is annak az apropóján hívtuk meg őket újra, hogy 1909. júniusában vagy júliusában írta alá Kadaelek polgármester és Iványi Grünwald Béla a Kecskeméti Művésztelep megalapításának az okmányát, szerződését. És hát ezt az évfordulót úgy gondoltuk, hogy akkor tudjuk a legméltóbban ünnepelni, hogyha ismét hívunk Nagybányáról művészeket, és egy ilyen Nagybánya-Kecskemét közös kortárs képzőművészeti kiállítással állítunk emléket ennek az eseménynek. A tárlaton két Nagybányához kötődő művészcsoport is kiállít. 10 alkotó egy-egy művével képviselteti magát a nagybányai tájképfestő telep Véső Ágoston vezetésével, akik vállaltan a plener és az alapítók által képviselt naturalizmus szellemében dolgoznak. 25 alkotóval és 25 művel vesz részt a kiállításon a megújult nagybányai művésztelep alkotógárdája, Laura Ginea festőművész vezetésével. Magyar és román nemzetiségű alkotók vegyesen, akik erős kortárs művészeti trendek jegyében alkotnak. Próbáltunk azért minél teljesebb képet mutatni ezen a kiállításon a kortárs nagybányai művészetről, és tudni kell azt, hogy Véső Ágoston most már több mint 20 éve megalapította ezt a nagybányai tájképfestő telepet, ami természetesen nem csak Nagybányán élő művészekről, hanem magyarországi művészek is járnak oda, és mindenképpen szerettünk volna ebből az anyagból egy kis ízelítőt, túl azon, hogy ugye a szövetséggel, tehát a kolóniával, akik ugye megújították a nagybányai művésztelepet, velük ugye már régóta kapcsolatunk van, és így mind a két csapatot hívtuk, és egy rendkívül impulzív, nagyon izgalmas és érdekes kiállítási anyag jött össze, és ennek azért is örülök, mert én úgy gondolom, hogy Iványi Grünwaldék örökösének lenni
az nem feltétlenül stiláris vagy tematikus kérdést jelent, hanem sokkal inkább egyfajta megújulást, egyfajta merész újító szellemiséget, merész szín és forma használatot, és mindenképpen hitelességet. Ez a kétféle továbbvitele a nagybányai örökségnek, ez egy nagyon izgalmas dolog, plusz ugye a kecskeméti képzőművészek is jelen vannak ezen a tárlaton, úgy nagyjából fele-fele arányba vagyunk Nagybányáról és Kecskemétről, és hasonlóképpen fogalmaztam én a kiírásba és a kecskeméti művészek felé, hogy számunkra ma mit jelenthet Iványi Grünwald vagy Perlo Csaba Vilmos öröksége, és látható, hogy valóban nem a stiláris, nem a tematikai dolgok szólították meg a kollégákat, hanem amit a kiállítás címében is megfogalmaztunk, hogy művészet új utakon. Ezt a fajta megújulást, újjászületését, a folytonos megújulás képességét ragadták meg a kollégák, és mindenki nagy örömmel hozta, mert ez most egy olyan tematika, amibe bőségesen belefér mindenkinek a saját szíve szerint fogalmazott vagy épített alkotói világa. A házigazda kecskeméti képzőművészek közösségét 44 alkotó, mintegy 70 műve képviseli a kiállításban. A helyi anyag is arról tanúskodik, hogy markáns megújulási szándék tapasztalható a művészek körében. A rendezés nem különítette el az egyes alkotói csoportosulások munkáit, hanem színes változatosságban szerepelnek a nagybányai és kecskeméti alkotók munkái a tárlaton. Természetesen azért nem koncepció nélkül. Olyan műveket raktunk egy-egy falra egymás mellé, amelyek valamilyen módon erősítik egymást. Van bennük valamiféle közös gondolkodás, vannak azért ilyen csoportok, ahol látható bizonyos rokon szemléletmód, és azok a művek, amelyek nem föltétlenül azt kerestük, hogy átvezessünk a látványból az absztrakció felé, nem egy ilyen folyamatos átmenetre törekedtünk, hanem inkább ellenpontozni próbáltunk, hogy, és szerintem ez jót tett ennek az anyagnak, mert egy nagyon látványos és nagyon izgalmas kiállítás született a végén, én úgy gondolom. Kecskemét és Nagybánya 10 éves múltra visszatekintő kapcsolata a jövőre nézve is ígéretes lehet. 2021-ben lesz 125 éve az eredeti nagybányai művésztelep megalakulásának. Laura Guinea, a telep jelenlegi vezetője, be is jelentette a megnyitón, hogy számítanak egy nagyobb kecskeméti művészcsoport részvételére az eseményen. És túl ezen számtalan más módozata is kialakult a kapcsolattartásnak. Ez a kapcsolat tulajdonképpen a elmúlt 10 év alatt is folyamatosan működött, tehát nem is tudnám összeszámolni, de szinte minden évben mentünk mi is Nagybányára, vittünk oda kiállítási anyagokat, önállót vagy csoportosat. Ők is jöttek Kecskemétre, bár ők kevesebb kiállítási anyagot hoztak ide, tehát az a közönség számára nem volt annyira érzékelhető vagy látható, de például alkotótelepekre jöttek Kecskemétre, nagybányai művészek, és ez a kapcsolat szinte folyamatosan működik, és szerencsére nagyon-nagyon tartalmasan, nagyon izgalmasan, tehát az a maga, amit 110 évvel ezelőtt a neósok, a Kecskemétre érkező nagybányai csoport elvetett, én azt hiszem, hogy az igen bő termést hozott. Bő 100 éves képzőművészeti múltja okán Nagybánya is, Kecskemét is jó eséllyel törekszik arra, hogy saját hazájában új művészeti centrumot hozzon létre, és ezzel méltó módon vigye tovább az eredeti nagybányai örökséget. Aktuálisan a nagybányaiak vannak előnyben a telep teljes megújítása után, Kecskemét viszont stabilan építkezhet az itt meghonosodott művészeti műhelyeire. Nem csak őrizni, de tovább kell vinni azt a művészeti örökséget, amit itt a 10-es évek környékén Kecskeméten elindult.
De én azt hiszem, hogy Kecskemét azért már ugye a 70-es évek derekától kezdve is az országnak egy jelentős művészeti központja, amióta ugye a művészeti műhelyek létrejöttek és működnek, és hála Istennek ma is működnek. De ezek ugye inkább iparművészeti területre koncentrálnak, tehát Kecskeméten a festészetnek, a grafikának, a szobrászatnak nincs ilyen jellegű műhelye, ezért is próbáljuk mi ebben a közösségben ezeket a műfajokat előtérbe helyezni, de ami ezt a bizonyos erőtér kialakítását jelenti, én azt hiszem, hogy Nagybánya most egy kicsit előttünk jár. A tavaszi fesztivál idei esemény sorát megnyitó nagy lélegzetű tárlatot április 1-jéig látogathatják naponta 10 és 18 óra között. A világ egyik legnépszerűbb, minden kontinensen ünnepelt ének együttese, a King Singers volt a 34. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál nyitó koncertjének vendége március 11-én este a híres Agora Kulturális Központ színház termében. Fellépésük értékét az is növelte, hogy ezúttal kifejezetten csak Kecskemétre érkeztek, más fellépésük nem lesz Magyarországon a fesztivál időszakában. Az 50 éves múltra visszatekintő, de aktuálisan csupa fiatal művészből álló formáció koncertjére ugyan nem kaptunk forgatási engedélyt, de a King Singers a próbán exkluzív interjút adott a Durányi László Kodály és Csokonai díjas karnaggyal megerősített stábunknak. Ráadásul egy Paul Simon szerzeményt is elénekeltek, csak úgy próbához öltözve, kifejezetten a múzsa nézői számára. Mai műsorunkban a zeneszámot hallhatják, az interjút a jövő héten szerkesztjük majd adásba. So we're going to sing a song by Paul Simon called Some Folks Lives Roll Easy. Some folks lives roll easy. Lives, oh, they stumble, Lord, they fall, through no fault of their own. Ah, most folks never catch the stars. Ooh. And here I am, Lord, I'm knocking at your place. A business. Ooh, I know I ain't got no business here. Some folks' lives roll easy. Ooh. Some folks' lives.
Száz titok kavarok címmel szerkesztett zenés irodalmi műsort Ady Endre halálának 100. évfordulójára Csík János Kossuth Díjas népzenész a feleségével, Őze Áron színművésszel és zenész barátaival. A muzsikust egy stúdió felvétel a mai napon a fővárosba szólította, így beszélgetésünket még tegnap este rögzítettük a Hírös Agora folyosójának egyik szögletében. A vendégünk Csík János, Kossuth Díjas népzenész, akit abból az alkalomból hívtunk, hogy március 19-én Ady Endre halálának 100. évfordulójára emlékezve egy különleges műsorral készülnek a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében. János, mi lesz ez a műsor? Tulajdonképpen egy olyan fajta összefoglalása Ady életének, munkásságának, ami ha nem is a teljesség igényével, de azzal a fajta gondolatisággal bír, hogy magyarok vagyunk, itt élünk Európában, és lehetünk büszkék a kultúránkra. És ezt anno az ő 100 évvel ezelőtti korára értette, de ez most is így aktuális, és kiváló zenészek, előadó művészek segítenek nekünk ebben. Kik lesznek a segítségedre? Régi, kedves barátság fűz össze Őze Áronnal, aki sok évig itt dolgozott a Katona József Színházban, és egy színdarab alkalmával együtt dolgoztunk. És persze, hogy kiderült, mikor úgy beszélgettünk, hogy szereti a verseket, én is József Attilánál megálltunk, és ez arra adta a lehetőséget, hogy együtt dolgozzunk, és még a Csík zenekar lemezeire is sikerült egy ilyen összeállítást összehozni, ott itt Juhász Gyula verseiről volt szó, de fölbátorított minket ez arra, hogy csináljunk irodalmi esteket. És Adagio címmel készítettünk ilyen irodalmi népzenés, könnyűzenés, jazzízű zenékkel tarkított műsort, ami még a mai napig is működik. Egyébként Kecskeméten is bemutattátok óriási sikerrel, ott voltam a helyszínen, és valójában nem lehetett beférni a terembe. Így van, és persze, hogy bátorítást adott ez a dolog, és egyszer csak úgy szóba került, hogy mi lenne, ha ezen a műsoron még bővítenénk, igazítanánk, és így szóba került Ady, és az évforduló, és mind a ketten elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy hogyan legyen, és nekem van egy kedves felesége, aki épp úgy szereti a verseket, és irodalomtanárként igencsak tudott segíteni ennek a műsornak az irodalmi alapjait a versek választásánál segíteni. Ő szerkesztette a műsort végül is? A műsort nem, de a verseket, milyen versek legyenek, illetve azoknak a sorrendiségét valamilyen szinten igen, de ehhez kellett a zene. Úgyhogy a zenei rendezést, szerkesztést azt én, de ő zárom meg a rendezését, illetve ugyanígy ebben a szerkesztésben együtt dolgoztunk, úgyhogy hárman állítottuk össze a dolgot, és mai napig is még azért dolgozunk, hiszen lesznek még próbák. És tulajdonképpen azok a zenészek, a Balogh Kálmán szimbólumművész, Dress Mihály, akit sokan ismernek. Akik már az Adagioban is már benne voltak. Már az Adagioban dolgoztunk, úgyhogy adódott a dolog, hogy ők legyenek. És egy régi, kedves, közös munka volt a Nemzeti Filharmonikusok Vivace kamarazenekarával. Dolgoztunk egy Csík zenekar lemez kapcsán. És nagyon jó barátság született, és épp itt a Kecskeméti Művelődési Ház büféjében találkoztam az egyik tagjukkal, valamilyen műsor után volt ez, és kérdezte, hogy na, van-e valami új ötlet, és elmondtam neki, és nagyon jó esett, hogy olyan nyitottak és olyan boldogok voltak, és mai napig is, ha próbán vannak, olyan elégedetten teszik a dolgokat, és egy kvintettet hoztak létre, budapesti kamara zenei műhelyként nevezik magukat, és nagyon lelkesen
és nagyon szépen oldották meg azt a kérést, hogy egyszerre van a műsorban olyan, hogy Debussy zenemű részletet kell játszanak, de ugyanúgy akkor játszanak például egy bodiszlói hallgatóban egy népzenei dallamra úgy, hogy ők kísérik, illetve úgy megírta az egyik, hát az egyik kollégájuk, a Stanko Viván, aki nagybőgőzik, a kérésemre megírta bizonyos szólamokat, hangszerekre bontotta a szólamokat, és zeneszerzőként is közreműködtek. Épp ezért nyitottak voltak akár egy bodiszlói hallgató, akár egy Debussy, vagy akár egy nagysajói, nagyon szép erdélyi népzenében együtt muzsikálni velünk. És azt hiszem, hogy ez a színesség még azért is érdekes, mert a Bognár András, aki a népi zenekar rész bőgőse, ő az adventi műsorokban dolgozott velünk, úgyhogy ő már eleve adott volt arra, hogy ez meglegyen. És Vizeli Máté, aki az akadémián, zeneakadémián végzett hegedűsként, de most népzenébb rácsásként és zeneszerzőként is közreműködik ebbe a dologban. Ő írta az egésznek a fináléját. De úgyhogy olyan neves és kedves zenészek részesei ennek az egész produkciónak, hogy akinek van kedve és itt lesz, és ha kíváncsisággal ül be, biztosan nem fog csalódni, mert a versek szépsége, a zenei dallamok találó és talán meglepő összhangja találkozik, és még oly módon találkozik egy táncos mozdulataival is, hiszen lesz olyan, például az egész műsorban egy nyitó jelenet lesz, hogy egy tánc lépés ritmusa adja meg az alaplüktetését egy versnek. Tehát nagyon érdekes történetek lesznek, és ami a legérdekesebb talán, hogy Őzáron felesége is itt lesz, Aux Éva, aki egy kiváló musical énekesnő, és hát ő jeleníti meg Lédát, Csinszkát, együtt mondanak majd verset, úgyhogy én úgy hiszem, hogy nekünk egyfajta újra tovább lépés, egyfajta szint emelkedés ez a dolog, de a közönségnek meg egy olyan sajátos verses irodalmi est, amit ritkán lát, és ezért megéri. Felteszem, hogy nem csak Kecskeméten lehet majd az Adi műsort hallani, van-e már tervben országos turné belőle? Igen, áprilisban már Szegeden lesz a következő bemutató. Ősszel folytatódik ez a sorozat. Debrecen, Győr és Cegléd például, tehát alakul a molekula, hogy úgy mondjam. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm. Igazi ritkaságokra bukkantak a régészek Kunszentmiklós határában. Szarmata, avar és árpádkori házakat, valamint egy középső bronzkori központot tártak fel a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársai. Olyan szinte épp maradványok is előkerültek, amelyek az időszámításunk előtti 2000-es és 1700-as évekből valók. Itt egy mékas alakú gabonatároló vermet láthatunk. Régészeti ásatásokat végeznek a szakemberek Kunszentmiklós határában. Több mint 1000 olyan objektumot tártak fel, amelyek az időszámításunk előtti 2000-es és 1700-as évekről tanúskodnak. A leletekből olyan érdekességekre derült fény, amelyekről eddig még nem volt információnk. Mi is ellátogattunk a helyszínre, ahol megtudtuk, hogy más különlegességet is rejtett magában a föld. A talált maradványok több ezer éven keresztül szunnyadtak a mélyben. Több korszak települését sikerült megfogni itt a feltárás területén, ami nagyon fontos, hogy már 2014 óta volt információnk arról, hogy itt biztosan bronzkori, középső bronzkori település részlettel van dolgunk, és mivel itt most a gyár bővítését tervezik, ezért hát ezt megelőzően jöttünk végül is a területre, minél hamarabb elvégezni a szükséges feltárásokat, és hát ennek során számunkra is meglepő információk jutottunk, hiszen nem csak a középső bronzkorra keltezhető település részlet egy további, igen nagy kiterjedésű részét sikerült feltárni, hanem további korszakok leletanyagát is. Így a szarmatakorból, az avarkorból és az árpádkorból is sikerült objektumokat feltárnunk. Miért különleges ez az ásatás? Ugye mondtad, hogy 4 különböző korból találtatok leletet.
Hát igen, ugye azt mutatja, hogy ami egyszer alkalmas volt a megtelepedésre, az biztosan a későbbi korokban is az volt, és joggal keressük egy-egy területen más korszak leletanyagát is, illetve ugye ott is, hogy azt is nagyon fontos kiemelni, hogy itt a bronzkoron belül is egy nagyon-nagyon intenzív használatról van szó. A későbbi korszakoknak elvétve találjuk meg telepobjektumait, ami azért érdekes, mert nem volt információnk arról, hogy ezekben a korszakokban is itt bizonyítottan lakott volt ez a rész, viszont a bronzkor pedig az, hogy ennyire intenzíven jelen van ebből a korszakból, hát ez is egy nagyon ritka dolognak számít. Mindenképpen fontos kiemelni azt, hogy a leletanyag alapján úgy tűnik, hogy ez egy nagyon, tehát egy központi jelentőségű terület volt, és ezt az is bizonyítja, hogy egyértelmű nyoma is sikerült megfigyelni annak, hogy kereskedelmi kapcsolatokat is folytattak. Tehát ez például ennek bizonyítéka az, hogy a Duna túlpartjáról az úgynevezett mézbetétes kultúra népétől származó leletanyag is jelen van itt náluk, illetve úgy tűnik, hogy ennek a leletanyagát, a forma világát, illetve a díszítés motivumait próbálták utánozni is helyben dolgozó, egyértelműen helyben dolgozó mesterek is, és ami nagyon fontos, hogy a Maros vidékéről is ide került egy edény, illetve vagy ennek a hatása, tehát az a mester, aki itt dolgozott, az a Maros vidékéről származó tárgyakkal is találkozhatott, ugye hát az sem itt van. Tehát ez egyértelműen távolsági kapcsolatokat, távolsági kereskedelmi kapcsolatokat bizonyít, valamint előkerült egy obszidián penge töredék, ami pedig hát ez nem egy kőtermővidék, tehát a legközelebbi forrás, a fellehetősége a Tokaji hegységből származik, tehát ez is azt mutatja, hogy tudták, hogy bizonyos tárgyakat, bizonyos alapanyagokat hol tudnak beszerezni, és ezek a kapcsolatok igenis élőek voltak, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy 3500 évvel ezelőttről beszélünk. Itt látható az az arany lemez, amelyet ruhadíszként lehet értelmezni, ez az ásatás egyetlen nemes fém tárgya. Ez pedig már a Kecskeméti Katona József Múzeum, ahova a leletek nagy részét szállították. Rákos Eszter, a Kecskeméti Katona József Múzeum régésze pedig már várt minket, hogy elmondja a részleteket. Több korszak leletanyaga, illetve objektuma került elő. Szarmata, avar, árpádkori épületek, illetve most már több mint 1000 középső bronzkori jelenség, főként tárológödrök, illetve szemetes gödrök, valamint a faoszlopok helyét jelző cölöpjukak kerültek elő. Ezeket a középső bronzkorban az úgynevezett vatya kultúrához lehet kötni. Az őskori régészeti kutatásban az egy adott kerámia stílushoz, illetve ehhez kapcsolódó rítusok, szokások összességét kultúrának nevezzük, és ezt egy adott jellegzetes, vagy elsőként megismert lelőhely alapján nevezték el, így a mi esetünkben ugye vatya kultúrával van dolgunk. A lelőhelyen a vatya kultúra korai időszakának a kerámiáit, edénytöredékeit és egyéb leleteit találtuk meg. Ezt a kerámia töredékek alapján tudtuk megállapítani, így Krisztus előtt 2000 és kb. 1700 közé lehet ezt keltezni a lelőhelyet, tehát közel 4000 éves település feltárása folyik épp. A kerámia töredékeken kívül nagyon nagy mennyiségű állatcsont töredék került elő. Ezek ugye az étkezési hulladékként értelmezhetőek, ezek kerültek elő a legnagyobb mennyiségben, illetve kerámia töredékek és a mindennapi élet tárgyait találtuk meg ezen a településen. Többek között csontból készült és agancsból készült eszközöket, amik a kerámia készítéshez használtak. Simító eszközöket, például agancs kapát és hasonló leleteket, illetve kőből készült tárgyakat is feltártunk, például örlőköveket, amelyet ugye a gabona örléséhez használtak, illetve kőbaltákat, kőbuzogány töredékeket is. Ebben az időszakban, középső bronzkorban a Duna-Tisza közén főleg ez a vatya kultúra jelent meg, és a kultúra nagyon jellegzetes, változatos, sokszínű kerámia képet mutat. Megfigyelhető az, hogy ez a terület nagyon intenzív kapcsolatot ápolt a különböző környező területekkel, így a Dunántúllal és a Délalfölddel is, ezt a kerámia is jól tükrözi. A Dunántúlról származó kerámiánk is előkerült egy edény, illetve az edények jól tükrözik a kapcsolatot, hiszen az adott terület díszítését, formáját átvették, és itt egy új képben átvéve utánozva ezt újra alkották. A fazekasok gazdag fantáziáját az is jól mutatja, hogy nagyon nagy számú, viszonylag nagyon nagy számú ép, illetve kissé töredékes bögre típusok kerültek elő, azonban ezek között nincs egy-egy ugyanolyan sem, tehát mindegyik különböző.
Nem csak a négy korszak egy adott helyen való élése volt a különleges, hanem igazi tárgyi kuriózumokra is bukkantak a régészek. A laikusok számára a legértékesebb lelet talán az az arany, domborított aranylemez lehet, amelyet egy gödör feltárása közben fémkereső műszer segítségével találtunk meg. Ennek kialakítása kapcsán feltételezhetjük, hogy egy fejdíszhez, vagy pedig ruhára vart díszként értelmezhető. A bronzkor időszakából négy egy-egy gödörbe bedobott csontvázis előkerült, amelyek esetében kettő mellett egész edények is előfordultak, illetve egyikük felett még egy kutya is a mellkasra volt helyezve, tehát ezeket valószínűleg temetkezésekként lehet értelmezni, viszont ez a kultúrának nem a szokványos temetkezése, hiszen az hamvasztás után urnákba helyezték általában halottjaikat. A tárgyakat a jövőben restaurálni fogják, a régészek pedig remélik, hogy minél hamarabb be tudják mutatni a kincseket egy kiállítás során. Kedves nézőink, ez volt a Múzsa március 12-i adása. Új műsorral legközelebb egy hét múlva, március 19-én várom majd önöket a 34. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál újabb eseményeivel. Viszontlátásra!